Jó estét kívánok! Ez a Művész Bejáró Békés megye kulturális magazinja. Vajda Katalin Ankónai Szerelmesek című zenés komédiáját mutatja be október 24-én a Békés Csabai Jókai Színház. A darabot Halasi Imre Jászai Mari díjas érdemes művész rendezésében láthatja a közönség. Még a sajtónyilvános próba előtt is dolgoznak a díszlet egyes elemein. Az Ankónai Szerelmesek című előadás látványelemét Laurinyec Zoltán, a festőtervezetője korrigálja. De vajon mit akarhatok mondani ezzel a Szent Friedrich? Hát nekem lenne egy-két ötlet. Csak hogy téged nem kérdeztelek. Ne feneked át is, meg galambirág. Neked ihole. Ebből nekem is egy kicsit. Vasárnap úgy hívhatják, irgalambű. Hát belép meg mi ütő? Látod-e mekkora falka fejes liba? Limuci. Kis Flávia. Ide limuskáj. Megbandultál, limuci. Kicsoda limuci. Helyszín egy Adriaparti város egyik tere. A történet a 70-es években egy olasz kisvárosban játszódik. Itt él Tomáo Nikomako, aki egyedül neveli felnőtté cseperedő lányát Luciát. Tisztes háza népéhez tartozik egy kevésbé tisztességes szobalány, Dorina, és hamarosan rendszeres látogatást tesz náluk Luigi, a vándor muzsikus. Don Tomáo a lánynak előnyös házasságot tervez, Lukréciónak szánja, akinek vagyona jól mutatna a családi kasszában. De versenybe száll a lány kezéért a szomszéd presszó tulajdonosa is. A közelben áll egy panzió is, melynek tulajdonosa Donna Agnes, Don Tomáo korábbi szerelme egyik lakója, Victoria pedig most érkezett Magyarországról Olaszországba, hogy megcsinálja a szerencséjét. Bartus Gyula alakítja Tomáo Nikomákót, aki, mint ahogyan fogalmazott, egy tréfás karakter. Vígjátéki figura, maga a témas. Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy neked jobban áll, hogyha hülyéskedsz, mint hogy világmegváltó gondolatokkal küszködsz a színpadon. Nem tudom, most valami egész más szín az, amire szükség van. Tulajdonképpen a saját koromat játszom. Puskás Dániel egy elkeseredett szerelmest formál meg a színpadon. Én Lucrezio del Sorót játszom, egy reményvesztett hős szerelmes, aki egy félreértés miatt elveszíti a szerelmét, azt hiszi, hogy meghal az ő szerelme, és ezért elkezdi járni a világot, szórja a pénzét, és keresi a megváltó halált, és hát így kerül Ancónába, ahol az események közepébe csöppen Lucrezio, és hát sok félreértés, sok-sok egymásra találás, és végül hát nyilván happy end. Drusillát alakítom, aki sok év után tér haza az egyetemről Ancónába, egy nagyon nagy szerelmi csalódás után, és egy idő után szerintem Drusilla az, aki elkezdi kibogozni itt az Ancónában lévő szerelmi szálakat, és a végére talán ő is megtalálja a párját. Halasi Imre felidézte, a darab két évtizede született. Valló Péternek, a Radnóti Színház főrendezőjének ötlete volt az, hogy olasz vígjáték mintára szülessen egy magyar szerzőtől származó történet, amelyben az akkori olasz slágerek szólalnak meg. Természetesen mindenki, aki színházi előadást készít, arra számít, és azt reméli, hogy minél szélesebb körben lesz népszerű a közönség körében, és minél többen fogják megnézni. Erre egyébként van is esély, hiszen ez az előadás tele van a 70-es évek nagyon ismert és nagyon népszerű olasz slágereivel, és maga a történet is, mint az előbb mondtam, fordulatos, játékos, és néhány pillanatában szellemes is, úgyhogy reméljük, hogy elég sokan fogják megnézni. A rendező kiemelte, szeret a Békés Csabai Jókai Színház társulatával dolgozni. Nagyon szeretek ide járni, és nagyon szeretem az itt dolgozó művészeket, és jó velük együtt lenni. Valahogy úgy hozta az élet, hogy ez az elmúlt években a harmadik
itteni munkám, és mindig a nosztalgia jegyében zajlott, mert az egyik az első a tanulmány a nőkről volt, ami a magyar slágerek korabeli és régi feldolgozását tűzte ki céljául, a tavalyi bemutató az pedig a Made in Hungária volt, ahol egy ismert és népszerű rockszerzőnek a dalaiból készült az előadás, most pedig az olasz slágerek kerültek sorra, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a folytatás. Az Ankónai szerelmeseket pénteken mutatják be a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadán. Köszöntöm itt a stúdióban Kiskata jelmeztervezőt, Kerekes Judit koreográfust és Halasi Imrét, az Ankónai szerelmesek című darab rendezőjét. A műsorban tegeződni fogunk. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Szia. Ugye bárki megtalálhatja a számítását egy zenés komédiában, de szerinted melyik az a generáció mégis, ami megtalálja igazán a számításait ebben a darabban? Én azt gondolom, hogy bármelyik, amelyik eljön és megnézi ezt az előadást. Igaz, hogy a 70-es éveket idézi meg maga a történet, és elsősorban azok a dalok, amelyeket a nézők majd hallhatnak, de pontosan azért, mert a nosztalgia korát és a retro korát éljük, így a fiatal generációnak is azt hiszem, hogy élményt adhat, hiszen a régmúlt zenéit, a régmúlt melódiáit ismerheti meg, és rájöhet arra, hogy milyen nagyszerű slágerek születtek abban az időben is. Mondhatjuk egyébként azt, hogy a slágerek adják a mű gerincét? Ez a történet azért jött létre, tehát abban a szándékkal írta az írónő, Való Péter javaslatára vagy ötlete alapján, hogy az akkori híres és nagyon divatos és nagyon népszerű olasz slágerek egy történeten belül jelenjenek meg, és ehhez szerkesztették, ehhez találták ki ezt az egyébként játékos és szellemes történetet. Ugye az Ankónai szerelmeseket már 20 év alatt rengetegszer játszották, töretlen sikerrel. Lehet-e valami újat mondani? Hát amennyire újat tud mondani a nosztalgia, és amennyire újat tud mondani a szerelem, és amennyire újat tud mondani egy olyan világ, amely után mindannyian vágyunk, mondjuk egy tengerpartot megidéző mediterrán hangulat, egy kellemes tengerparti kisváros, néhány olyan szerelmes, amely kényszerűségből elválik egymástól, és aztán újra egymásra találnak, és rengeteg olyan játékos és humoros momentuma van ennek a történetnek, amely akár az újdonság erejével is hathat. Ugye, mik voltak a színpadra állítás előtti elképzelések? Ugye, hanyas évekre gondolunk itt a... 70-es évekről beszélünk, hiszen ezek a dalok is azt idézik meg, azok a nagyon híres és azóta is ismert és azóta is rendkívül népszerű olasz slágerek, amelyeket a olasz televízió és rádión keresztül ismerhetett meg az európai közönség, és így a magyar is. Ugye az Ankónai szerelmeseknek van egy második része is, ami a Boney M. dalokkal megy, ezt tervezed esetleg a jövőben? Nem ismerem ezt a történetet. Akkor ez De azt gondolom erről, mint általában az ilyen újra felfedezésekről, vagy újra ismétlésekről, mint a Rambo 1 után a Rambo 12, hogy valószínűleg az eredet és az alapmű az mindig érdekesebb, mert sokkal több bőrt nem érdemes lehúzni azért egy árucikről, és ez nagyon ügyesen és klasszul megcsinálja, elvégzi a dolgát ez a színdarab, úgyhogy, de nem tudok mondani semmit róla, mert nem ismerem. Picit kikacsintva a jelmezek felé egyébként, mit tudhatunk a korszaknak, hogyan nézel utána? Milyen jelmezekre számíthatnak a nézők? Hát 70-es években játszódik, úgyhogy ahhoz próbáltam igazítani a jelmezeket, a fiatalabb generációra, Trapéz Farmer, ingek, pólók a jellemző, plusz az, hogy hát nyilván a karakterekhez próbáltam így, megbeszéltük, hogy ki milyen karakter, ahhoz igazítva a jelmezeket, és hát ugye, ami még fontos, hogy ilyen színes, vidám világa van, tengerparti, tehát hogy igen, és egy picit ilyen meseszerű, úgyhogy ezt próbáltuk így megjeleníteni, hogy minél színesebb legyen, minél vidámabb, olyan jó kis olaszos dolce vita. A meseszerűség egyébként megjelenik a szabás mintákban, szabás vonalakban pontosabban? Hát az igazából úgy nem, inkább csak egy a színvilág az, ami adhat egy mesésebb képet. Meg hát a játékosság, ami úgy benne van, amit úgy még
belevittünk. Tehát, hogy a fiatal lánynak is a kis kezdőruhája, az a baby doll, az egy kis, hát egy ilyen gyermek rajzos, vagy egy ilyen gyermekmintás kis, kicsit ilyen infantilis, de tehát ezek ilyen játékos dolgok. Ha az előzményeket nézzük, találkozott egyből a tervező és a rendező gondolata, alapkoncepciója? Szerintem igen, mert nem ez az első közös munkánk. Tavaly is volt egy, és amikor elkezdtük ezt az előkészítő folyamatot, akkor nyilvánvalóan elmeséltük egymásnak, hogy mit gondolunk. Valószínűleg először én elmondtam Katának, hogy körülbelül milyen világot lenne jó megidézni, de ez nem volt egy nagy meglepetés az ő számára sem, hiszen ez adja magát adekvát a szituáció, mert a 70-es évekről van szó. Szóval nyilvánvalóan nem a magyarországi 70-es évekről, hanem egy szellős, lendületes, napfény, nagy sütötte mediterrán környezetről és egy mediterrán világról beszélünk, úgyhogy nem volt nehéz ebben a dologban közös nevezőre jutni. Egyébként mekkora előkészülettel vagy utánajárással jár az, hogy az adott korba behelyezd ezt a jelmezt? Hát én mindig előtte szoktam már, hónapokkal előtte elindul bennem egy folyamat, és akkor így keresgélek, nézegetem a kornak megfelelő ruhákat, aztán a szövegkönyvet, amikor elolvasom, akkor meg vagy esetleg újraolvasom, akkor utána már a karakterekhez próbálom megtalálni azt, hogy meg nyilván az Imrével való beszélgetésünk után, hogy ki milyen karakter, hát elindul egy folyamat, és akkor az egyszer csak így közösen, amikor eljutunk a premierig, akkor az odaér, mert nyilván a Judit koreográfiái is fontosak, hogy az milyen lesz, akkor ahhoz is igazítva a jelmezeket, meg hát igen, tehát hogy az ötletek azok jönnek, és tehát ugyanúgy, ahogy a Juditnak is voltak ötletei, hogy táncosokat esetleg mibe lehetne, vagy Imrével is beszélgetjük ezeket folyamatosan, és akkor így kialakul egyszer csak. Kicsit a koreográfushoz fordulok, egyébként mi alapján állítottad össze a táncos elemeket a produkcióhoz? Mi ennek a menete, hogy képzeljük el? Isten igazából most szerencsés helyzetben voltam, mert ezeknek a zenéknek a 90%-át már ismertem. Édesanyám is gyakran táncolt ezekre a slágerekre, még ha jól emlékszem, gyerekkoromban egy-két ilyen rimini nyaralás során szembe találkoztam már ezekkel a zenékkel. Igazából ezeknek egy hangulata van, és egy Imre meg a Kata is említette, egyfajta játékosság ennek a darabnak, és erre törekedtem a koreográfiák összeállításában is. Említetted, hogy már ismerted a számokat, illetve a dalokat ebből a darabból. Melyik a kedvenced? Jaj, Quando, Quando. Szerintem mindenki, mint a Mamma Maria. Milyenek az olasz táncok, és hogyan táncoltunk a 70-es években? Nagyon jó kérdés. Úgy, hogy specifikusan olasz táncok, ezekkel nem fog a kedves néző majd ráismerni a darabokban. Inkább ez az italo diszkó hangulat, ezt próbáltam visszaadni az ilyen dinamikusabb zenéknél. Ahogy mondtam is, igyekeztem a színészeknek is olyan mozdulatokat kitalálni, amiben nem érzik kényelmetlenül magukat, és a karakterüket és a szerepüket is, illetve a dalszövegeket is könnyen tudják tartani, miközben a lépésekre is figyelnek. Uh-huh. Az italo diszkónak egyébként van valami speciális jelentősége a táncok szempontjából? Őszintén nincs. Uh-huh. Mert igazából az időszak, ez a, így tudok fogalmazni, ilyen ugrálós időszak volt a diszkóban, legalábbis konkrétan a Mamma Mariára én így emlékszem vissza. Mennyire befolyásoló tényező a díszlet? Nagyon befolyásoló tényező. Azt szoktam mondani én mindig, hogy a koreográfus kétszer vagy háromszor dolgozik. Tehát először ugye egy próbateremben próbálom megálmodni a koreográfiákat, aztán amikor lekerülünk a színpadra, egyre több eszközünk, díszletünk van, akkor jönnek az újabb ötletek és az újabb kihívások, hogy hogyan tudjuk azokat a próbateremben elkészült koreográfiákat adaptálni a színpadi környezetre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen.